Lapától a Sárkányhajó Klub augusztus 27-én vasárnap rendezte meg első jótékonysági napját. Az eseménnyel rászoruló családoknak szeretnének segítséget nyújtani. Természetesen lesz sárkányhajózás egész nap, tehát azt gondolom, hogy ilyen jó időben a vízparton ezt mindenképp ki kell használni, és ki lehet használni. Adományok már érkeztek, ruhaneműk, iskolaszerek, játékok, plusz játékok, tartós élelmiszerek már volt, aki a mai reggelen idejött és odaadta, illetve volt már, aki előzőleg, aki úgy gondolt, hogy nem tud eljönni, ő már adta, és akkor szeretettel várjuk a további adományokat is. A Családsegítő Központ már kiérkezett, ők is tartanak kézműves foglalkozást, illetve hát majd az adományok rendszerezésében ők segítenek. A rendezvény keretében az érdeklődők a programok mellett az eredetileg Dél-Kínából származó sporttal is megismerkedhettek, és lehetőség volt ennek a különleges kenunak az egész napos kipróbálására, ami egy új látványosságként szolgált a Holduna partján. Ezt a több mint 12 méter hosszú kenu típusú hajót elől sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszített. Az összefogásnak a célja azon rászoruló családok megsegítése volt, akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés, a helyszínen pedig becsületkassa is kihelyezésre került, valamint tartós élelmiszer, cipőt, ruhát, tanszereket gyűjtöttek össze a családok részére, melyeket a becsületkassa tartalmával együtt a Tolnai Családsegítő Központ fog szétosztani célirányosan. Az adományok mellett helyet kaptak izgalmas programok is, mint az IPON Karate és Íjász Egyesület bemutatója, ahol ebből az ősi magyar harcművészetből kaptak a kilátogatók ízelítőt. Hosszú folyamat ez, mire az ember megtanulja. Az alapokat nagyon könnyű elsajátítani, de nagyon-nagyon sok türelem és koncentráció. Nagyon sokan mondják azt, hogy minden egyes edzés előtt kellene egy kicsit meditálni, hogy az ember ráérezzen, hogy egyé váljon magával a felszerelésével, az íjával, a vesszőivel, és úgy odaállni a pozícióba, és akkor onnan kilőni egy nyugodt állapotba. A szervezők főzőversennyel is készültek, ahol halas és többek között paprikás ételek, mint borjúpörkölt rotyogott a bográcsokban. A zsűrizésben Mancinger László mesterszakács volt a segítségükre. Megmondom őszintén, anyósomtól tanultam a bogyiszlói pörkölt főzést. Ez úgy történik, hogy alulra teszem a csontosabb húsokat, a következő réteg paprika, paradicsom, hagyma, fokhagyma apróra vágva, piros paprika, só, akkor még egy réteg hús, akkor ugyanezt megismételem még egyszer, és a legtetejére a hús, ennyi. Lehetőség volt a ma népszerű TikTok táncok elsajátítására is. A maradéktalan hangulatról a Healthy Acoustic gondoskodott Health & Bind Dávid közreműködésével, aki zenés, gitáros rockzenével ismert előadók dalait szólaltatta meg. Az esemény habpartival záródott. A klub elnöke reméli, hogy ezt az első alkalmat több sikeres rendezvény is követni fogja majd a jótékonyság jegyében.